köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Térgeometria és valószínűségszámítás, matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségig. Városfejlesztési stratégia, a koncepció részletei még kidolgozásra várnak. Izményi fejlesztések, vízelvezető óvoda és játszótér épült. Egymás után fogják el a bűnözőket, bőven van dolguk a rendőröknek Tolna megyében. Kedd reggel a matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségig hazánkban. A tájból országszerte mintegy 69 ezeren vizsgáztak középszinten. Gráfok, halmazok, geometria, mértani sorozat, térgeometria, többek között ilyen témakörökből kaptak feladatokat a diákok. Nem nyitott ki, nem nézett meg, nem írott rá a levelet. 9 óra előtt néhány perccel kezdték el kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az intézményben 51 diák vizsgázik idén. Mértani sorozat és térgeometria, illetve valószínűségszámítás. Az első részben többek között ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ami nagyon nem megy, és nagyon remélem, hogy nem lesz benne, az a koordináta geometria, viszont az eddig csak egy évben nem volt benne, úgyhogy hát nem látok rá sok esélyt. Abban reménykedek, hogy a választható részek közül lesz egy feladat, hogy akkor azt ki tudjam húzni onnan, mert az annyira nem megy nekem. A vizsga második részében új autók érték csökkenéséről és szőlőtermesztésről is kaptak szöveges feladatot az érettségizők. Ezek megoldásához pedig szükségük volt a térgeometriai tudásukra, és több statisztikai fogalmat is ismerniük kellett a diákoknak. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció, ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. Csoki az nagyon fontos, hogy legyen nálam, meg a kishúgomnak a számológépét hoztam még magammal, mert ő azzal mindig ötös dolgozatokat ír, és nagyon remélem, hogy ez szerencsét hoz. Hazánkban matematikából mintegy 69 ezeren közép, és több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáznak. Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum diákjai elmondták, hogy nem okozott nehézséget a feladatsor első része. Az első rész az könnyű volt, az meglepően könnyű volt. A második részben sokkal bonyolultabb feladatok voltak nekem végül is. És igazából reménykedek a legjobbakban. A diákok többsége összességében pozitívan értékelte az idei matematika érettségi feladatsort. Hát én sokkal nehezebbre számítottam, úgyhogy hát minden feladathoz írtam, meg úgy nagyjából úgy érzem, hogy tudtam is őket, úgyhogy én jó eredményre számítok, sokat készültem rá. Úgyhogy én nem éreztem nehéznek egyébként. Az írásbeli érettségi vizsgák szerdán a történelem középszintű feladatsorral folytatódnak. Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Ezzel megalakult az új parlament. Túri Kovács Béla bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől az alaptörvény értelmében a 2018-ban megalakult kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét. Nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Áder János köztársasági elnök arra biztatta az országgyűlés hétfői alakuló ülésén a képviselőket, hogy a következő években mondjanak igent a nemzeti érdekek képviseletére, az ország gyarapodására, a magyarok biztonságára, a tényekre építő vitákra és a közös sikerekre. De mondjanak nemet az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására, a békétlenségre és a hazugságra. Titkos szavazással Kövér Lászlót választották az országgyűlés elnökévé a képviselők. Az orosz-ukrán háború bizonytalanságot okoz, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy behozhatók a hátrányok. Így a gazdaság idén 5,9%-kal növekedhet, ami mindössze 0,1% ponttal alacsonyabb a korábbi előrejelzéshez képest, mondta Suppan Gergely, a Magyar Bankholding makrogazdasági elemzési vezetője kedden. Kiemelte, a GDP adatok alakulásában a háztartási fogyasztásnak kiemelkedő szerepe lesz. Az egyik fő motor a 14,9%-os bruttó átlag bérnövekedés lesz. Ha elzárják az olajcsapokat, az nagy törést okozna a gazdaságnak, de ezt leszámítva nem láthatók a növekedést jelentősen lerontó hatások.
Készülőben van Tolna városfejlesztési stratégiája. Az önkormányzati testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy tovább folytatja a terv kidolgozását, így erről még nem született döntés. Azt azonban már látni lehet, milyen elemekből áll majd össze a koncepció. A városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza egy település jövőképét, fejlesztési irányait. Tolnán egy széleskörű felmérés eredményét alapul véve készült el ez a koncepció tervezet. A részletes kidolgozásra még időt hagyott magának a testület, mondta Appelszofer Ágnes polgármester. Hogy ebben lesznek nevesítve azok a projektelemek, amikre várhatóan pályázni fogunk. Azt tudni kell, már többször én is elmondtam, hogy 4,4 milliárd forintos összeget fog kapni a város a következő uniós ciklusban a TOP plusz, úgynevezett TOP plusz, vagy területi operatív program pályázati keretére. Amennyiben formailag megfelelőek lesznek a pályázatok, nagy valószínűséggel a támogatás is megérkezik rá. Ugyan van ez a 4,4 milliárdos keret, de ebből 680 millió forint körülbelül az úgynevezett soft pályázatok, amik legfőképpen programokra lesznek költhetőek. Itt nem csak rendezvényekre gondolok, hanem más egyéb programokra is. A koncepció tervben szerepel az intézmények, elsősorban a sportcsarnokok energetikai korszerűsítésének folytatása, a lovarda fűtés korszerűsítése, de helyet kapott a városi óvodák udvari játékainak felújítása is. A házi orvosi és a házi gyermekorvosi ellátásban a koronavírus járvány első hulláma során elrendelt korlátozó intézkedéseket az Emberi Erőforrások minisztere már 2 éve, 2020. május 4-től visszavonta, így az alapellátásban semmilyen a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást érintő intézkedés nincs hatályban. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden. Az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet az alapellátásban az erre vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok betartatásával kell végezni. Ha a beteg állapota indokolja, a háziorvos az otthonában keresi fel őt, tették hozzá. A védőoltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, de kérhető a háziorvostól is, jelezték. A védőoltások beadására tekintettel feltétlenül szükséges a háziorvosok helyszíni jelenlétének biztosítása a rendelő intézetekben, közölték. Horvátországban május 1-től megszűnt minden beutazásra vonatkozó járványügyi korlátozás, közölte a horvát belügyminisztérium hétfőn. A határ átlépése a koronavírus járvány előtti feltételek érvényesek, írták, hozzátéve egyebek között a schengeni határellenőrzési kódex és a külföldiekre vonatkozó törvény által előírt követelményeknek kell megfelelni. Zágráb április elején enyhített a határátlépési szabályokon. Az Európai Uniós állampolgárok azóta korlátozások nélkül léphetnek be Horvátországba, ez vonatkozik az Ukrajnából érkező menekültekre is. Más nem uniós állampolgároknak rendelkezniük kellett védettségi igazolással, de nem kellett megindokolniuk jövetelük célját. Most ezt a rendeletet is feloldották. Az országban még a húsvéti ünnepek előtt megszüntettek minden más járványügyi intézkedést, egyedül az egészségügyben és a szociális ellátó rendszerben kell még védőmaszkot viselni, és ezen intézmények dolgozóinak továbbra is védettségi igazolással kell rendelkezniük. Közel 110 millió forintból valósult meg az ízményi vízzel vezető csatorna fejlesztése a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül. A kivitelezésnek köszönhetően a bel- és esővíz elvezetése is megoldódott a településen, mellyel egy csaknem 40 éves problémát sikerült orvosolni. Hosszú évek óta küzdött Ízmény a vízelvezető árok problémáival. Az iszaposodás rengeteg gondot jelentett a település lakói számára, mert a vízaknák rendszeresen felteltek hordalékokkal. A Kotrás csak ideiglenesen orvosolta ezt a gondot, melyre a korszerűsítés jelentette a végleges megoldást. Kelemen Ferenc, Ízmény polgármester elmondta, a beruházással a házak élettartalma is megnövelhető, mert a beépített szűrőknek köszönhetően a lakóépületek alatt összegyűlt belvíz is a csatornába tud folyni. Egy toppos pályázat keretében nyertünk 110 millió 270 ezer forintot, ha jól emlékszem, és akkor ez így most megvalósult.
megvalósult, még az átadásunk nem sikeredett, de viszont azon is rajta vagyunk, már lassan majd át tudjuk adni. Az a lényeg, hogy most már funkcionál az árkunk. Az elmúlt időszakban járda felújítás, játszótérépítés és az óvoda épületének rendbetétele is megtörtént. A jövőt érintő tervek között pedig az izményt apallal összekötő betonút képítése szerepel. Most adtuk be egy-két hete a mostani pályázatunkat, ez most 308 milliót postál, úgyhogy de bízunk benne, hogy megnyerjük, és az önerőt majd utána hozzá megpróbáljuk összeszedni, mert ez sajnos önerős, 5%-os önerőt kell biztosítanunk, de mi vagy az aparral korzóciumban fogjuk megvalósítani terület arányosan, így megoszlik az összeg. Izményben különösen nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekeket érintő fejlesztésekre, ennek köszönhetően valósult meg egy uniós szabálynak megfelelő játszótér építése és a mozgáskultúrát színesítő konditerem kialakítása. Tömegverekedés volt néhány napja Szekszárdon. Két csoport tagjai ugrottak egymásnak, úgy tudjuk, egy nő volt a provokátor. Az ügyből rendőrségi ügy lett. Itt a szekszárdi buszpályaudvartól néhány méterre a betonhídon verekedett össze két társaság. Eddig úgy tűnik, hogy a két férfival érkező nő volt a hangadó. Ő kötött bele a feléig tartó négy tagú fiatalokból álló csoportba. A szóváltásból aztán pillanatok alatt tetlegesség lett. Három személy könnyen megsérült. Az összesen hét verekedő ember közül hatott kollégáink még aznap este előállítottak, közülük egyet gyanúsítottként hallgattak ki. De nem ez volt az egyetlen olyan eset, amikor az elmúlt napokban rendőröknek kellett intézkedniük Tolna megyében. Hétvégén például egymás után fogták el a bűnözőket. A kollégáim elfogtak egy szemét, 15 szemét pedig előállítottak, ebből 8 szemét bűncselekmény elkövetése miatt, valamint 2 szemét mintavételre. A rendőrök tettek 2 büntető feljelentést, illetve 17 szabálysértési feljelentést. A rendőrség egyébként a jövőben is kiemelt erővel figyeli a közterületeket. A cél, hogy minél több bűnözőt fogjanak el. Még várni kell a magyar eperre. Az idei hűvös tavasznak és a kevés esőzésnek köszönhetően a szabadföldön termelt hazai gyümölcs később érik be. Az előrejelzések szerint május közepétől tudják elkezdeni árusítani a kereskedők. Azonban a drágább import termés már a téli időszakban is megtalálható volt a boltok polcain. Még csak virágokat láthatunk a bokrokon ezen a Tolna megyei eperültetvényen. A hűvösebb időjárás miatt idén később indul el a hazai eperszezon. A boltokban az import áru már hetek óta megtalálható, azonban a hagyományos bio magyar epernek több idő kell a megérésre. A vevők a megmondhatói, hogy ízben, színben, állagban ez az eper, tehát mi csak frissebbet állunk. Reggel leszedjük, az este mindig elfogy. Az import eper az valahol leszedik Spanyolországba hétfőn, és van, hogy már vasárnapra ide is ér a pultra. Tehát kettő között a vevő majd eldönti, hogy mi a különbség. A hazai gyümölcsök között is van különbség. A fóliás eper már most megtalálható a kínálatban, a szabadföldi epret viszont valamikor május közepétől ehetjük majd. A szakértők azt azonban előre nem tudják megmondani, hogy meddig tart a szamóca szezonja, ugyanis sok múlik az időjáráson. Volt úgy, hogy tartott 5 hétig, volt, hogy csak 3 hétig. Ha nagyon berobban a meleg, akkor az eper fölveszi a nyúlcipőt, és nagyon gyorsan megérik. Ha hűvösebb a május, akkor tovább tart. Ez teljesen változik. Most már csak egy jégeső tudna kárt okozni az eperföldeken, de a Tolna megyébe telepített jégkármérséklő rendszernek köszönhetően ez már évek óta nem jelent problémát. Regionális híreink következnek. Egy év 1,3 milliárd forint indul a Pécsi Régészeti Múzeum felújítása. Motoros szezonnyitó Pécset 1002 kerékű gurult át a városon hétvégén. 150 éves a csavargőzös, új kiállítótérrel bővült a műemlék hajó Balatonbogláron. Május első hetében elkezdődik a Pécsi Régészeti Múzeum felújítása. A város főterén található romos épületből egy olyan helyet alakítanak ki, amelyik a tárlatokon túl igazi közösségi helyszín is lehet. Egy pályázati forrásból sikerül most rendbehozni az épületet a következő egy évben.
Jól látszik a képeken, hogy a vakolat már mindenhol lepotyogott a régészeti múzeum épületéről. A csupasz falak, a kidőlő, előregedett ajtók, ablakok jelzik, hogy 10 éve nem nyúlt hozzájuk senki. Most azonban elindulhat a felújítás, jelentették be hétfőn. Az épület külső homlokzata felújításra kerül, nyílászárok teljes körűen megújításra, kicserélésre kerülnek, a tetőszerkezet, a héjalás, új fedéskap ugye teljes körűen ki lesz cserélve, belső oldalról a mostánunk a belső udvarnak a felújítás is megtörténik, a burkolat szinten, a térlefedés ugye sajnos nem tud megvalósulni ebből a projektból, viszont a belső tér, a földszint teljes körű felújítása meg fog történni, illetve ami fontosabb az emelet is, ahol a kiállított tér kerül, közel 400 négyzetméteres kiállított tér kerül megvalósításra. Egy kávézót is kialakítanak a belső udvarban, ami akkor is fogad vendégeket, amikor zárva tart a múzeum. Egy 2016-os pályázati forrásból indulhat most a munka, a terveket 2020-ban készítették el. Miután ez összeállt, ez a tök új projektet gyakorlatilag a támogatási szerződésen át kellett vezetnünk. És miután azt mondták, hogy addig nem állunk neki ezt a forrást nektek lekötni, amíg nem mondjátok azt, hogy tényleg van kivitelező. Miután ezt megcsináltuk a saját oldalunkon, és tavaly nyár végére a kivitelező meglett a nyíteljárásban, azt követően tudtuk beadni a támogatási szerződés módosításokat, és az a régi kvázi, már azt mondom, hogy elbukott top keret, visszahozatalára adott így lehetőséget a pénzügyminisztérium. 1,3 milliárd forintból újítják fel az épületet, ami műemlékvédelem alatt áll. Ezért mindent az eredeti állapotába állítanak vissza. Az önkormányzat egy 60 milliós tartalékot képez a beruházáshoz. Ebből fedezik az esetleges áremelkedések miatt megemelkedő költségeket. A régészeti múzeum épületét egy év alatt hozzák rendbe a Széchenyi téren, Pécsen. A kivitelezés ezen a héten kezdődik a tervek szerint. 1000 nagy teljesítményű motor foglalt el hétvégén a pécsi Széchenyi teret. Zenével, szakmai beszélgetésekkel, motorosoknak és nézelődőknek egyaránt szóló programokkal várták az érdeklődőket. 11. alkalommal lepték el Pécs belvárosát a motorosok, hogy felhívják magukra a figyelmet. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület szervezte azt a megmozdulást, ami gyakorlatilag megtöltötte az egész Széchenyi teret. A rendezvénynek fontos üzenete van, erről kérdeztük az Egyesület alelnökét. Főként a nyitónak az autósok, illetve a közlekedésben résztvevő egyéb résztvevőknek van üzenete, mégpedig az, hogy itt a tavasz, megérkeztek a motorosok az utakra, egy figyelemfelhívás az egész, hogy itt vagyunk, figyeljetek ránk idén is. A zárónak, ami mindig ősszel van, az pedig egy köszönetnyilvánítás, hogy köszönjük szépen a figyelmet a nyár folyamán. Takács Zsolt elmondta, hogy a szervezés az Egyesület számára komoly munkát jelent. Az elmúlt fél évben sikerült a helyszínt és a programokat egyeztetni, a résztvevőkkel kapcsolatot tartani. Az esemény amolyan seregszemle is. Sok motor összegyűlik, igazából ez nekünk se, akik motoroznak, nekünk egy ilyen szemle, az új szerzeményeket meg tudjuk nézni, aki mit szerzett idén, vagy az idei szezonra. Kétkerekű, háromkerekű kvadok is érkeznek hozzánk, de főként a kétkerekűek azok, akik jönnek szép számmal. A gurulás 2 órakor kezdődött a rendőrség és a polgárőrség felvezetésével. A résztvevők a Széchenyi térről a Barbakán felé, onnan a Hungária úton és a Szigeti úton Uránvárosig, majd pedig Kertvárosig motoroztak, hogy megkerülve azt a Siklósi út felől érkezzenek vissza a Széchenyi térre. Letartóztatták hétfőn Kaposváron azt a 41 éves rendőrt, aki 2019. novemberében fegyver nélkül, majd 2020. májusában egy maroklő fegyverrel, vagy annak látszó tárgyal kirabolt egy pécsi bankot. A férfi több mint 7 millió forintot zsákmányolt. Ezt követően a rendőr egy hivatali rendszerben titokban a nyomozás ügyiratára is rákeresett. A kaposvári törvényszék katonai tanácsának nyomozási bírája a fegyveres rablás és más bűncselekmények miatt folyamatban levő büntető eljárásban a gyanúsított letartóztatását rendelte el. Ennek indoka az, hogy ellenkező esetben a gyanúsított által elkövetett cselekmények tárgyi súlyára figyelemmel alaposan lehetne tartani a szökésétől, az elrejtőzésétől, illetve az eljárás jelen szakaszában a bizonyítás megnehezítésének lehetősége is fennállna, valamint az gyanúsított által elkövetett cselekmények számára figyelemmel tartani lehetne a bűnismétléstől is. 150 éves a Balaton csavargőzös. A műemlékhajó most különleges relikviákkal gazdagodott, és egy új kiállítási teret is létrehoztak. Az eseményen elhangzott, hogy a balatonboglári turisztikai attrakció is hozzájárul ahhoz, hogy a Balaton ne csak a fűszezonban legyen vonzó a tóhoz érkező turisták számára.
Az immár 10 év óta Balatonbogláron álló Balaton csavargőzös idén 150 éves. Ezt ünnepelték a hétvégén északi és déli partiak egyaránt. A jubileum kapcsán a műemlékhajó egy különleges kiállítással bővült. Mérföldkő ez az év az esetünkben, hiszen egy új kiállítási területtel tudtunk bővülni a csavargőzös és a strand közötti oldalon. Ott a balatoni hajók, korszerűbb hajóknak a motorjait mutatjuk be, de már ezek is múzeális motorok. Ezek az első-második generációs dízelmotorok, amiket a hajókba betettek. Az a kültéri rész, ami, ahova érdemes ellátogatni. Ennek az egyik különlegessége, hogy csak a csavargőzös felől közelíthető meg, a csavargőzös fedélzetéről. Az eseményen a Balatoni Hajózási ZRT is képviseltette magát. Vejgő Gábor vezérigazgató arról beszélt, Balatonboglár és a csavargőzös egy ékkő a hajózás történet bemutatásában, emellett pedig számos hajózási lehetőséget is tartogat a város. Én azt gondolom, hogy a Bahart és a balatoni hajózás elválaszthatatlan, így módon számos emlék egyébként köthető magához a társasághoz is, és a legújabbak az új kiállító térben két nosztalgia hajónak a motorja került kiállításra. A Balaton csavargőzös szolgált a Balatonon és a Dunán is, hajtott a gőzgép és dízelmotor. 2012-ben lett műemlékhajó, az évek során pedig igazi közkedvelt turisztikai látványossággá vált. Ez már hosszú idő óta egy látványosság, így most ebben az állapotában, viszont akik eddig itt jártak és eddig látták, megnézték a csavargőzös múzeumot, bőségesen új anyaggal gazdagodva fognak tudni elmenni innen. Az eseményen elhangzott, abban bíznak, hogy egyre többen fedezik majd fel a főszezonon kívül is a Balatont. Ebben pedig elengedhetetlen szerepe van az ilyen turisztikai attrakcióknak és a hajózásnak is. A hajózási társaság épp ezért számos újdonsággal készül az idén, bízva abba, hogy folytatódik a tavalyi 30%-os utasforgalom növekedés. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Térgeometria és valószínűségszámítás, matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségik. Városfejlesztési stratégia, a koncepció részletei még kidolgozásra várnak. Izményi fejlesztések, vízelvezető óvoda és játszótér épült. Egymás után fogják el a bűnözőket, bőven van dolguk a rendőröknek Tolna megyében. Szerdán is az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, kissé füllett változóan napos gomoly felhős idő várható, legfeljebb csak elvétve fordul elő záporeső. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Az éjszaka változóan felhősnek, csapadékmentesnek ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!